Köszöntöm Önöket a Mérlegen legújabb kiadásában. Ma ismét a román oktatási rendszert boncolgatjuk, hiszen rengeteg újdonság történt a héten e téren. Pedagógusok helyettesítése, decentralizáció, illetve óvodai képzés. Ezekről is beszélgetünk ma itt meghívottammal. Novák Csaba Zoltán, Maros megyei szenátort köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunk. Köszönöm a meghívást! És még mielőtt rátérnénk a napirendi pontjainkra, igazából aktuális hírként meg kell kérdeznem Öntől, hogy egy kicsit magyarázza el nekünk ezt a tegnap történt képviselőházi szavazást, ami érintheti a katolikus iskola helyzetét és létét itt Marosvásárhelyen. Ugye szavazott a képviselőház egy olyan jogszabályról, amiről már egyszer szavaztak, és arról szól, hogy igazából a parlament, a minisztérium is hozhat létre vallási, felekezeti, illetve különböző etnikai alapú oktatási intézményeket. Miről is szól ez a tegnapi döntés? Így van, a tegnap körülbelül 12 óra körül szavazott a képviselőház erről, és amint ön is említette, erről már volt egy szavazás az elmúlt időszakban, és az államelnök ezt visszaküldte a parlamentnek átgondolásra, újragondolásra. Ez egy olyan módosítás, tehát az a tanügyi törvény egy olyan típusú módosítása, amely kibővíteni az iskola intézmény alapítási lehetőségeket, tehát nem veszel senkitől semmit, eddig az önkormányzatok és a helyi közösségek hatáskörében tartozott az iskolai intézmény alapítási kezdeményezés, mint olyan. Megadjuk a parlamentnek is azt a jogot, hogy bizonyos esetekben, ahogy ön is említette, felekezeti, vallási, etnikai, speciális esetekben, oktatási intézményt hozzon létre. Erről már szavaztunk, amint ez elhangzott az elmúlt időszakban, ezt az államelnök visszaküldte. A visszaküldési indoklásában elsősorban a törvénycsomag egy másik tartalmi részére vonatkoztak bizonyos kifogások, ezek a mezőgazdasági iskolákra vonatkoztak, de ugyanakkor a miénkre is volt utalás, ezt újra előkészítettük és a képviselőház megszavazta. A reményeink, terveink szerint ez az elkövetkezendő hetekben átkerül hozzánk a szenátusba, a szakbizottságba, és onnan pedig a szenátus mint döntőház plenáris ülésére. És mi lesz a következő lépés ahhoz, hogy esetleg ismét a katolikus iskola törvényéről beszélhessünk? A következő lépés az, hogy a szenátusi szakbizottságon átmenjen, amerre megvan minden lehetőség, és úgy hát egyszer már ez megtörtént, és amint ez bekövetkezik, akkor a plénum is reményeink szerint megszavazza, utána pedig 30 nap áll a rendelkezésére, akkor az államelnöknek ugye elfogadja, hisz ez most a második visszaküldés lenne, erre nincs lehetőség, ami akadályt jelenthet, hogyha valamelyik párt, bocsánat, két pártnak kettő szükséges, egy nem elég, megtámadja az alkotmánybíróságon, úgy, ahogy erre már voltak különböző kísérletek, sikeres kísérletek és példák az elmúlt hetekben, hónapokban. Ön szerint még a nyári szünet előtt van arra lehetőség, hogy ez a parlamenti folyamaton átmenjen? Szerintem igen, és itt az a kérdés, hogy lesz-e alkotmánybírósági támadás az ellenzék részéről, vagy sem. Jó, hát köszönöm. És ebben még nem tudok nyilatkozni, mert nem tudom, hogy, de valószínű, hogy lehúzzák a labdát. Tehát, figyelemmel követjük az ügyet mindenképp, és még mielőtt belevágnánk témáinkba, nézzük, hogy pontosan miről is beszélgetünk ma. Decentralizálják a pedagógusok áthelyezését, és szigorodnak annak feltételei is. Ezentúl az iskolák a helyi sajátosságokat szem előtt tartva dönthetnek arról, hogy jóvá hagyják-e a pedagógusok áthelyezési kérelmeit vagy sem. Emellett szigorítják az áthelyezési feltételeket is. Az oktatók 10 év alatt maximum 4 évre kérhetik időszakos áthelyezésüket egy másik oktatási intézménybe. Az oktatást érintően egy másik módosítást is megszavazott a héten a román törvényhozás, ez az óvodai oktatásra vonatkozik. Az RMDS tervezete alapján tehát 2030-ig kötelezővé válik az óvodai nevelés minden szintje Romániában. 2020-ig a nagycsoportot, 2023-ig a középcsoportot, 2030-ig a kiscsoportot is kötelezővé teszik. Ennek célja, hogy megszűnjön a városok és vidéki óvodák közötti aránytalanság, azaz, hogy ösztönözzék a vidéki gyermekek intézményi keretek közötti oktatását, mivel azok jelenleg kis számban vesznek részt az iskola előtti képzésben. Elsősorban ugye pedagógusok elhelyezésének a decentralizációjáról beszélünk. Ha jól tudom, évekkel ezelőtt még volt egy hasonló kezdeményezés, amiben azt szorgalmazták, illetve lehet, hogy még most is érvényben van ez a cikkely, hogy decentralizáltan iskolák dönthessék el, hogy kit választanak bizonyos pedagógusi körökbe.
Ezt mégis a tanfelügyelőségek tudtommal mai napig nem engedték ki a kezükből, ezt a fajta leosztást, és igazából ez az új módosítás is, amit az RMDSZ javaslatára most megszavaztak, ezt célozza, ugye, a decentralizációt, hogy az iskolák egyénileg dönthessenek a pedagógusaikról. Mi a garancia arra, hogy ez meg is valósul? Valóban volt egy kísérlet az elmúlt évtizedekben végül is, mert gyakorlatilag itt azt hiszem, hogy több meghaladta a 10 éve, amely arról szólt volna, hogy ön is mondta, hogy az iskolák válasszák ki a teljes pedagógus állományukat, hogy kivel szeretnének dolgozni, milyen körülmények között. Ez utólag fölülbírálódott. Az RMDSZ-nek a programjában szerepel ez a szó, nem csak az oktatás ügyben, hanem más területeken is, a decentralizáció. Minél több döntést visszahozni a közösségek körébe, hisz szerintem, főleg a 21. században, nem csak kisebbségi sorban, de nagyon fontos az, hogy a közösség a saját magát érintő kérdésekben hozzon döntést. Tehát mondok egy teljesen banális példát, hogyha egy híd javításról vagy építésről van szó, azt a közösség tudja a legjobban, hogy hová kell, miért kell, nem, azt nem a fővárosban, legyen az Tokió vagy bármi, nem ott kell eldönteni. A mi mostani kísérletünk, próbálkozásunk, és sikeres, hisz átment a parlament mindkét házán, arról szól, hogy a pedagógusok mozgását, pedagógusok kihelyezését, címzetes állásként való elhelyezkedését valamilyen szinten szabályozzuk. És mondok erre egy nagyon rövid történetet, nem árulom el, hogy hányban, mert nagyon rég volt, és maradjon titok az életkorom. Kihelyeztek szovátára, címzetes állásban, történelemtanárként. Egyszer voltam szovátán, egy augusztus végi napon, vagy szeptember elején valamikor, és utána évekig nem mentem szovátára. Ilyen volt a rendszer, tehát oda volt hely, tehát máshol nem volt szabad hely, amit én elválaszthassak. De akkor ön átkérte magát egy másik intézménybe. És én átkértem azonnal magam egy vásárhelyi intézménybe, és ez a dolog így ment, és engem végül is, amíg a rendszerből ki nem kerültem, egy nyugdíjas történelemtanár helyettesített, aki nagyon hálás voltam úgy az üres helyért, utána egy másik kollega. Ezzel a történettel azt szeretném illusztrálni, hogy az ilyen típusú megoldások, azok mennyire hátrányos helyzetbe hozhatják elsősorban a vidéki iskolákat, mert a városi helyek hamar föltelnek címzetes állásokkal. És lényegében, tehát a mi törekvésünk az arra vonatkozik, hogy bizonyos korlátok közé helyezze ezt a fajta mozgást, és ezáltal is egy plusz esélyt adjunk a vidéki iskoláknak, hogy ne lehessen így tanúgyi helyeket hosszú évekig fönntartani, úgyhogy a címzetes nem jön ki, nem megy ki, és nem foglalja el, nem tölti be azt az állást, hanem mindig évente helyettesítőkkel, vagy bizonyos más kihelyezett pedagógusokkal töltik be ezt az űrt. Tehát ezt szeretnénk korlátozni, úgymond, de természetesen ez nem oldja meg egyértelműen a vidéki iskolák helyzetét, itt számos plusz olyan feltételt kellene még majd a romanoktatási rendszernek biztosítania, amely vonzóvá teszi a vidéki iskolákban való tanítást, a vidékre való letelepedés, vagy ott tartózkodást, minél hosszabb ideig történő ott tartózkodást, és ezáltal fölzárkóztassuk a véleményem szerint egyre inkább leszakadó vidéki oktatást. Gyakorlatilag ugye ez most úgy történik, hogy a tanfelügyelőségek alá tartoznak mind a városi, mind a vidéki iskolák, és a címzetes, illetve helyettesítő állásokat a tanfelügyelőség osztja le. Ez hogyan fog történni ez a tervezet alapján? Ez a tervezet szabályozza ezt a mozgást, tehát bizonyos korlátokat, feltételeket helyez a tanfelügyelőség irányába is, meg az iskolák irányába is, hogy tehát 10 év alatt hányszor kérhetnek áthelyezést. Végül is nem oldja föl teljesen a rendszert, hanem bizonyos szabályzó mechanizmusokat épít be ebbe a rendszerbe. Ami pedig a tanfelügyelőséget illeti, is az első kérdésben is erről beszélgettünk, erre a kérdésre kitértünk. Én személy szerint sokkal radikálisabb mértékben csökkenteném az adminisztratív szerepkörét a tanfelügyelőségeknek. Ez a román állam modelljére jellemző, ugye prefektúráktól elkezdve mindenféle állami intézmények próbálják kordában tartani a rendszert, legyen az tanügyi vagy bármilyen más adminisztratív rendszer. Én azon vagyok, hogy ezeket lebontsuk. Volt például egy olyan kísérletünk is, amit a szenátusi kollégáim nem fogadtak el, hogy az időközben, tehát a két igazgatói versenyvizsga közben ideiglenesen üresen maradt igazgatói, aligazgatói tisztségeket kitöltheti be, milyen feltételekkel. Én akkor azt mondtam, hogy ne a tanfelügyelőség döntse, hanem a tanfelügyelőség nevezze ki azt, akit az iskolai vezető tanács javasol, mert én ezt tartom logikusnak, hogy egy iskola
tanári közössége határozza meg, hogy ki az, akit képesnek tart, hogy őket vezesse, mert nem könnyű egy igazgatói tisztséget betölteni. Tehát ezek apró lépések, ezeknek mind az a célja, hogy a döntéseket visszahozzuk a helyi közösségekbe, adott esetben most itt a helyi iskolákban. És én azt hiszem, bocsánat, még egy mondat, hogy sokkal performansabb eredményekre számíthatunk akkor, hogyha egy helyi közösség szervezi meg önmagát. Itt elhangzott sokszor az, hogy most akkor a polgármesterek vagy az iskolai igazgatók korrumpálhatóságát növeljük azzal, hogy kit vesznek föl. Bejártam a megyét, Erdély több települését, iskoláját, és határozottan állíthatom azt, hogy minden iskolának, főleg a mostani demográfiai helyzetet nézve, létkérdése, elemi létkérdése az, hogy nagyon jó minőségű oktatói gárdával, jó minőségű oktatásban részesítse a saját gyerekeit. A jó minőségű oktatáshoz ugye jó minőségű és elhivatott pedagógusokra van első sorban szükség, és ahogy ön is mondta, sokkal több összetevős az, hogy egy pedagógus vidékre menjen ki tanítani, és ott is maradjon. Mi szükséges ön szerint még ahhoz, hogy a vidéki oktatásban egy színvonalat lehessen teremteni? Milyen plusz ösztönzők kellenek egy pedagógusnak, hogy valóban ott maradjon és elhivatott legyen, akár egy Maros megyében, akár egy Erdőszentgyörgyi iskolára is gondolhatunk? Sajnos a rendszer az úgy alakult és úgy működik, hogy ez a fajta törés létezik, főleg középiskolai oktatás szintén egyértelműen a város, a megye központok, vagy egy-egy municípium irányába billenti el a mérlege. Szerintem ezeket ilyen pozitív, motiváló döntésekkel lehetne még elősegíteni. Tehát én elképzelhetőnek tartom, és ezen gondolkodunk, és ezen fogunk is dolgozni, hogy plusz kreditpontokat adjunk olyan tanároknak, akik vállalják a vidéki oktatási körülményeket vagy nehézségeit. Tehát plusz olyan juttatásokkal motiváljuk az embert, hogy érdemesnek tartsa. Ami pedig az infrastruktúrát illeti, én most Maros megyéről beszélhetek, hisz azt jobban ismerem, de garantáltan mondhatok más községközpontokat is. Tehát én úgy látom, hogy az esetek többségében a helyi önkormányzatok olyan szinten modernizálták, újították fel az oktatási intézményeket, hogy az infrastrukturális keret adott ahhoz, hogy jó minőségű oktatást lehessen lebonyolítani, lefolytatni adott intézményben. Itt egyértelműen, hogy most azt látom, hogy a rendszernek a mienségén, a rendszer mélységén kell majd alakítani, de ez egy olyan országos szintű átgondolást igényel, ami ugye ez már az RMDS-t messzire meghaladja, sőt azt kell mondjam, hogy akár a kormánypártot is, ez egy összefogása lenne szükség, újra átgondolni a szakemberekkel, hogy a jelenlegi tanügyi törvényt hogyan tehetnénk jobbá, hatékonyabbá. És ugye jelenről, illetve jövőről szól az a másik téma is, amit itt ígéretem szerint boncolgatunk, ez az óvodai kötelezettség, óvodai oktatásban való részvétel kötelezettségéről szól. Ezt is elfogadták ugye a parlamentbe. Miért szükséges ön szerint kötelezővé tenni nem csak egy év óvodát, hanem igazából a teljes, a nulladiktól igazából a kis csoporttól a közép és a nagy csoportig elmenő óvodai képzést? Megint vidék és város. Sajnálatos, hogy tehát ilyen szinten kell beszélnünk vidék és város közötti különbségről. A városi gyerekek arányában olyan 90%-os az óvodai látogatottság, a rendszeres óvodai látogatottság, az óvodai képzésben való részvétel. A vidékiek esetében ez már lemegy 80-ra vagy 70-valányra, régiótól függ. Én úgy gondolom, és úgy gondoltuk, és a szakemberünk is úgy gondolják, hogy az oktatás az egy folyamat, ami elkezdődik a gyerek egy bizonyos életkorában, és eltart 18-19 éves koráig, attól függ, hogy mikor fejezi be a kötelező középiskolai oktatást. És azt láttuk, hogy azok a gyerekek, és itt megint a vidéki társadalmi differenciáltságra is gondolok, akik mély szegénységből jönnek, vagy nagyon hátrányos társadalmi helyzetből, és nem kapcsolódnak meg már időbe ebbe a nevelési, tanítási folyamatba, azok már eleve egy bizonyos hátránnyal indulnak nulladik osztályban, illetve majd később első osztályban. És mi azt gondoljuk, hogy ha már ezt időben bekapcsoljuk őket ebbe a rendszerbe, akkor ezen hátrányos és az óvodai képzésből kimaradó gyerekek esetében jobb eredményeket érhetünk el a jövőt tekintve. Én meg vagyok győződve, hogy ez így fog működni. Ezt nem egy elvont irodában dolgoztuk ki. Nagyon sok pedagógussal találkoztunk az elmúlt
hónapokban az én körútam során is, de a kollégáim is Erdély más településein is egyértelmű volt az erre vonatkozó igény, hogy az óvodai oktatás is váljon kötelezővé. Ennek kapcsán is az az elsődleges kérdésem, hogy mi a gyakorlati garancia arra, hogy ez meg is valósul, hiszen ugye, ahogy ön is említette, az iskolák kapcsán, óvodák kapcsán is kérdés az infrastruktúra, illetve a pedagógusok száma is hiánya esetenként, főleg vidéken. Van-e arra garancia, hogy valóban infrastruktúrában, pedagógusok számában meg lehet azt valósítani, hogy minden gyerek járjon óvodába? Ennek ugye, ahogy elhangzott, bizonyos etapok szerint válik majd kötelező érvényűvé, ugye a kis csoport csak 30-ban. Pontosan azért vannak ezek az időszakok meghatározva, hogy azok a települések, azok az önkormányzatok, ahol esetleg ez gondot jelentene, fölzárkózhassanak infrastruktúrálisan. De romániai szinten egy demográfiai fogyás jellemző. Tehát az az infrastruktúra, amelyel a mi generációnk felnőtt, végül is adott, annál több gyerek nincs, most sem, sőt, sokkal kevesebb gyerek van. Úgy látom, hogy emiatt pontosan pedagógusi helyek válnak veszélyeztetekké, és én nem látok problémát, hogy pedagógus hiány lenne, sőt, ezzel szerintem segítenénk a rendszeren is, és ugye megvan az adott időszak arra, hogy mindenki felkészüljön. Nem látok ebben. Mi történik problémát. Az olyan településeken, ahol nagyon kevés gyerek van, ahogy ön is mondta, hogy demográfiailag nem áll túl jól Románia, nagyon kevés gyerek született az elmúlt években is, és mondjuk nem nincs annyi gyerek, hogy esetleg egy óvodai, minimum óvodai létszám az adott legyen. Összevont több településen működő összevont csoportok indítása a lehetséges megoldás, vagy mi az, ami egy ilyen vidéki környezetben megoldja ezt? Ezzel is szembesülünk az ország összes pontjában, hogyha jól tudom, akkor bizonyos moldovai régiókat leszámítva negatív a demográfiai mutató Romániában. Egyértelműen jellemző ez a magyar közösségre is. Itt nem lesz más lehetőség, hanem a csoportosítás. Tehát itt azt kell kitalálni, elsősorban a helyi közösségek, és hogy beszéltünk már a decentralizációról, ez egyértelmű, hogy a helyi közösségek feladatköre, mi ezt nem szabhatjuk meg politikailag fennről egyáltalán, hogy miként segíthetünk azzal, hogy törvényes keretet biztosítunk hozzá, illetve más infrastruktúrális helyzetben segítünk, de ezt a helyi közösségekkel, hogy megszervezzék, és igen, tehát itt a bűvös szó elhangzott, csoportosítás, összevonásokra kerül sor, addig, amíg nem változik a demográfiai mutató, a gyerek létszám, a születések száma nem növekszik, addig abban is kell gondolkodni, hogy adott község szintjén ezt hogyan szervezik meg, melyik falu elérhető mindenki számára, tehát hogy mi az ideális helyszín. Úgy gondolom, hogy szüksége van, és a falusi gyerekeket is megilleti az a minőségi óvodai, iskolai, általános iskolai, középiskolai oktatás, ami városon adott. Gyakorlatilag mit jelent a kötelezettség, azaz mit von maga után? Tehát amennyiben a gyerek nem jár óvodába, nem mehet majd előkészítő osztályba, illetve 1-4 osztályba? Pontosan ezt is, és ezen szerintem még dolgozni kell, hisz a pedagógus konzultációk során kiderült az is, hogy a mostani jelenlegi szabályozása az iskolai kötelezettség betartásának nem igazán működik olajozottan, tehát az önkormányzatok hatáskörébe van, akik különböző igazolások kiadásával vagy nem adásával büntethetik, vagy akár késztethetik, hogy nem mondjam azt, hogy kényszeríthetik az iskolák látogatására a szülőket, családokat. Ezen is szerintem dolgozni kell, és dolgozni is fogunk, hogy országos szinten, mert ez már ez nem egy kimondott a magyar kérdés, ezen a szabályozáson változtassunk olyan értelemben, hogy számon kérhetőbbé váljon. Mert nem elég ezt törvényesen kimondani, hanem be is kell tartatni a törvényt. Igen, ugye, mert mai napig is sok vidéki iskolában, óvodában szembesülhetünk azzal, hogy papíron ott vannak a gyerekek, de gyakorlatilag nincsenek az intézményben. Megfelelő kör, tehát én úgy gondolom, kiegyensúlyozottság nevében, szellemiségében, hogy motivációval, juttatással, tehát szolgáltatással, mint olyan, illetve bizonyos esetekben megszorításokkal, tehát kötelezően betartandó szabályozással lehet ezt valamelyest javítani. Itt még az újdonságok és az oktatás témában a tankönyvtörvény is ismét napirenden van. Hogy áll ezzel most a minisztérium? Mit tudhatunk róla? A minisztérium, tehát kidolgozták az új tankönyvtörvényt, amely alapján lesz egy egységes
tankönyv, amelyet egy egységes tankönyv kiadó, elnézést, amely kiadja majd a tankönyveket. A tankönyvek kéziratos formában fölkerülnek a tanügyminisztérium honlapjára, és ezekből szavazás alapján az adott szakterület pedagógusai eldöntik, hogy melyik tankönyvet választják. Lehet 3 alaptankönyv, tehát maximum 3. Mi szerettük volna azt, hogy úgy is kerüljön be, úgy fogalmazódjon meg a törvényben, hogy minimum 2, hogy az alternativitást ne öljük ki egy teljesen, de hát adott a lehetőség 3 alaptankönyvre, és ezek alapján ezt majd az egységes tankönyv kiadó biztosítja. Mi ezt a törvény tervezetet támogattuk azzal a feltétellel, hogy olyan részek is bekerüljenek, amelyek törvényes garanciákat biztosítanak a magyar közösség számára is a most jelen pillanatban dúló tankönyvkrízis feloldására. Ez már a szenátusi szakbizottságon is átment, és gyakorlatilag valamikor vagy a jövő héten, vagy legkésőbb 2 hét múlva kerül majd a szenátus plénuma elé, és onnan kezdve akkor majd részletesen is beszélhetünk, mit tartalmaz. Tehát megtörténhet az, hogy a következő tanévben, az a szeptembertől nem úgy indul a tanév, hogy tankönyvkrízisről beszélünk ismét hónapokon keresztül, hanem meg lesznek a szakanyagok és a tankönyvek? A keret az meg lesz mindenképpen, az ígéretek szerint. Úgy, ahogy ez a tankönyvkrízis évek hosszú begyűrűzésének az eredménye, nem hiszem, hogy varázsütésre, egy csapással tankönyvterem, de én nagyon bízom abban, hogy olyan spirált, egy pozitív spirált fog beindítani, amely révén viszonylag rövid idő alatt ez pótolható. De akkor várjuk meg a szavazást, és akkor eljövünk, és kivesézzük a törvénycsomagot elejétől végig, hogy mit tartalmaz. Részleteiben pontosan, hogy a magyarokra vonatkozóan mit tartalmaz, és így van. Lássuk. És hát ugye oktatás és problémákról beszéltünk. Egy olyan napirendi téma is van itt oktatás kapcsán, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az oktatási miniszter ellen. Folyamatos az elégedetlenség az oktatási szférában. Igazából most az egyetemi oktatás részéről van nagyon nagy elégedetlenség. Várható-e az, hogy minisztercsere lesz akár az oktatási minisztérium élén? Ez majd a hétfőn délután derül ki, 4 óra. Akkor kezdődik a plenáris ülés a szenátusnak, és akkor ott olvassák, mert ott lesz a szavazás. Hát a bukás lenne akkor, ha jól számolom, így most futtattam a fejemben, ez lenne másfél év, hát durván másfél év elteltével a negyedik tanügyminiszter, amit én egyszerűen szavakkal leírhatatlan állapotnak tartok, és én nem hiszem, hogy teljesen személyfüggő a tanügyi kérdés. A nagy egyetemek fölháborodását, fölhördülését én teljesen jogosnak tartom, hiszen az egyetemi helyek leosztása az őket érintette hátrányosan. Azt mondta a tanügyminiszter, ugye mi tolmácsoltuk, hát a magyarokat érintő Bábesbolyai Tudományegyetem is jelezte azt, hogy ő is hasonló gondokkal küzd, tehát kevesebb helyet kapott számban az igényeltnél. És ugye ez jogos. Én nem hiszem, hogy ez most egy oka lehetne annak, hogy a tanügyminiszter bukjon teljesen, hisz végül is, ha jól tudom, akkor alig egy fél éve tölti be ezt a tisztséget. Inkább stabilitásra lenne szükség, és arra, hogy valóban meghallgassa ezen hátrányosan érintett egyetemek kérését, és az őszig a helyek tényleges leosztásának időpontjáig valahogy dűlőre jusson, és keressenek egy kompromisszumos megoldást. Ez megint a román elitnek lenne a küldetése, vagy a fontos feladata, az egyetemi oktatást újra gondolják Romániában. Én nem vagyok híve annak, hogy minden megyében, minden kis régióban, minden típusú képzés nyújtó egyetemek burjányozzanak. Tudjuk azt, hogy lassan túlképzés történik mindenféle szakterületen, minőségről nem beszélve, bizonyos egyetemek esetében. Én az erős egyetemek híve vagyok, és egy olyan önkontroll mechanizmuson keresztül képezzék a szakembereket, legyen szó bármilyen területről. Úgyhogy lássuk, mi lesz hétfőn. Majd eldől. Minőségi egyetemi oktatás kapcsán meg kell kérdeznem, így záró gondolatként azt is, hogy mit lehet tudni jelenleg a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem magyar orvosképzéséről, hiszen ugye itt az elmúlt hetekben egy összeolvadásról beszéltünk, és mindenki azzal riogat és attól fél, hogy ezáltal veszélybe kerül a
magyar orvosképzés jelene és jövője. Mit lehet tudni erről a helyzetről jelenleg? Aláírták-e már ezt az összeolvadásról szóló szerződést? A két egyetem szenátusa elhatározta, eldöntötte külön-külön szenátusi ülésen, hogy az egyetem egyesítésnek egy sajátos formáját választják, ez az abszorpció, amelynek az lenne a végkövetkezménye, hogy a nagyobbik orvosi gyógyszerészeti egyetem magába szippantja, olvasztja a kisebbik Pétru Major Tudományegyetemet. Nem írták még alá a szerződést. A magyar közösség félelmei azok teljesen indokoltak és jogosak, hisz számos előzetes példa mutatja azt, hogy minél kisebb arányban vagyunk jelen egy egyetemi vagy bármilyen struktúrában, annál kiszolgáltatottabbá válunk a többséggel szembe. Gondoljunk csak 1959-re, amikor a Bábes és a Bolyai Egyetemeket egyesítették. Ez egy picit más történet, de jogosak a fenntartások, hogy mi lesz akkor. Egyeztettünk az Orvosi Egyetem vezetőségével, biztosítottuk arról, hogy az RMDSZ, ami politikailag megtehető, azt meg fogja tenni, bármilyen döntésre is jussanak, és tehát ők határozzák meg, hogy milyen irányban szeretnének viszonyulni ez a kérdéshez, és melyik utat választják. Tehát mi, ami politikailag megtehető, mindenképpen meg fogjuk tenni. Itt viszont az egyetemi autonómiára hivatkozott a két intézmény, amikor ezt a folyamatot elindította. Mi azt is mondtuk, hogy tehát autonómia ide vagy oda, lassan már mindenkinek van autonómiája, különböző formában, de ez nem jelenti azt, hogy az egyetemi autonómia szellemiségében vagy keretében túllépjük a románia alkotmányát, és túllépjük a román törvényeket, amelyek biztosítják az anyanyelvi oktatást, és biztosítják az orvosi egyetem multikulturális jellegét is. Tehát itt még egyeztetni kell, és majd eldől az ősz folyamán. Nincs tehát meg az aláírás, úgyhogy van még remény. Sajnos műsoridőnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és ezeket itt végigbeszélhettük, egy kicsit beleáshattuk magunkat mi is a román oktatási rendszer jelenébe, és reméljük a jövőjébe. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást. Ennyi volt mára a Mérlegen, köszönöm, hogy velünk tartottak, egy hét múlva ismét itt az Erdélyi Magyar Televízióban várom Önöket egy újabb érdekes közéleti témával. A viszontlátásra!